Szélmalomharcot vívnak a Diósgyőri vár környékének lakói és a hatóságok az illegális lakásfoglalókkal szemben. Ma két újabb férfit kiköltöztettek az üresen álló romos ingatlanokból. Ha újra az ingatlanban találják őket, legközelebb súlyosabb büntetés vár rájuk, elő is állíthatják őket. A miskolci hatóságok fokozott ellenőrzéseket ígérnek a jövőben. Betört ablakok, szétdobált szemét, beszakított gipszkartonfal. A Bodrogi Zsigmond utcában lévő házakból 4 éve költöztek ki a tulajdonosok. Az ingatlanokat az önkormányzat vásárolta meg, a Diósgyőri vár tervezett későbbi fejlesztése miatt. Az akkor még rendezett, jó állapotban lévő házak most így néznek ki. Néhány hete gyilkosság is történt a környéken. Egy középkorú férfi holttestére bukkantak ennél a háznál. Feltételezett gyilkosát azóta elfogták. Ma újra rendőrök és rendészek vonultak fel a környéken. Az üresen álló romos ingatlanokban gyakran tanyáznak hajléktalanok és drogosok. Mindennapossá váltak a környéken a hangoskodások és az atrocitások. Ezt a helyiek többször is jelezték már a hatóságoknak, emiatt indult az ellenőrzés sorozat. Van itt valaki? A feltört ház üres volt, a szomszédban viszont 2 hajléktalan férfit is találtak. Ide jöjjenek már ki, és álljanak ide ki, jó? Éjszakára mindig megtelnek a házak. Én már 3 éve itt vagyok. Én most jöttem oda egy hete. Egyik férfi sem tudta igazolni, hogy jogszerűen tartózkodik a házban, ezért azonnal el kellett hagyniuk az ingatlanokat. A hatóságok először csak figyelmeztetnek. Szabálysértést követtek el, önkényes beköltözés szabálysértését, amely egyébként egy elzárással sújtható szabálysértés. Őket felszólítottuk az ingatlan elhagyására, ők eltávoztak innen, illetve abban az esetben, ha folytatják a szabálysértést, visszaköltöznek, abban az esetben pedig előállításra fog sor kerülni, és a Miskolci Rendőrkapitányság az alapján fogja lefolytatni a szabálysértési eljárást. Az ellenőrzés sorozat folytatódik, mondta a rendészet igazgatója. Nem csak a környéken, hanem a város más részein is felkutatják azokat az ingatlanokat, ahová illegálisan költöztek be. Minden olyan területet nagyobb létszámmal vizsgálnak majd át, ahonnan a legtöbb bejelentés érkezik.